Megvan önök előtt Lenny Kravitz, a vérbeli rocker, aki minden bulián olyan fantasztikus bulit csinál, hogy eldobjuk az agyunkat. Na hát ezt most miért mondom itt a csodálatos Budaörsön? Mert hogy itt van Lenny kutya, aki szintén hasonló energiáktól duzzad, és Lenny kutyának a gazdája az a csodálatos Márton Gréta, aki női kézlabda csapatunk fantasztikus játékosa. Hát Lenny egy lassan 3,5 éves kandobárman, és hát már 3 éve a családunk tagja, és mondhatom, hogy ő a központ itt nálunk. Nagyon-nagyon szeretjük, és tényleg rengeteget vártam rá, úgyhogy olyan, mintha az első gyermekem lenne. Azért nehéz volt szülőket meggyőzni arról, hogy legyen bármiféle házi állat. Hogy sikerült ezt végül is elérni? Igen, nagyon-nagyon nehéz volt, mert anyukám és a nővérem egyaránt nagyon-nagyon félnek a kutyáktól, és 2019-ben új évkor anyukám felállt az asztalnál ebédnén, és azt mondta, hogy akkor most jött el az a pillanat, hogy lehet kutyánk, és engedélyt adok rá. Először nem hittem a fülemnek, mert annyira örültem neki, nem hittem el. És utána tényleg csak napokig azon gondolkodtam, hogy na most akkor hogyan tovább, mert soha nem számítottam erre a pillanatra, hogy ez valóban bekövetkezik. Sűrű a beosztásod, elég, hogy csak a két, na heti akár két meccset válogatottad mondjuk. Például fölkelsz reggel, és akkor hajnali 4-kor kiviszed sétálni? Vagy hogy néz ki a napotok? Nem hajnali 4-kor, de nagyon korán kelünk hozzá minden nap. Apukám az, aki először ébreszti és kiengedi a helyéről. Utána pedig ilyen 7:30 körül megyünk minden reggel sétálni, labdázni. Az egyik kedvenc játéka a teniszlabda, úgyhogy minden reggel én is mozgásban tartom magam. Dobálok, és ő is nagyon sokat futkározik. Tudunk mindenféle trükköket. Járunk kutyaiskolába minden szombaton. Úgyhogy azért ki van okosítva, de van még mit fejlődni, úgyhogy megmutatunk pár trükköt. Na, szuper! Ül. Lábhoz. Lábhoz. Fekszik. Marad. Lenny, hozzám! Pacsi. Ügyes. Lábhoz. Na, közte, gyere, gyere, közte, gyere, gyere. Ezt most hát igen, nem a kis falatka az. A kis falatka meg lefoglalta. Bocsánat, lekapta az asztalról a papírt. Lenny! Na, ilyen, amikor a forgatás közben kis... Nem szabad. Apukámnak is dobármanja volt. Uh-huh. És onnantól pedig ő nagyon sokat mesélt róla, hogy ez milyen jó kutyafajta, és hogy mennyire jó volt vele. Ha csak a kézlabdát említjük, és a kutyussal való időbeosztást, azért most volt egy nehéz időszak. Hogy tudtad összeegyeztetni ezt a három dolgot, hogy legyél a kutyussal is, foglalkozz a tanulással is, legyen a diploma, meg hát persze a kézlabda? Hát itt jött a képbe a családom, akik azért tényleg nagyon-nagyon sokat segítettek, és amikor nekem tanulni kellett, akkor volt, hogy ők vitték el a kutyaiskolába, ők vitték el reggel sétálni. Ilyenkor mindig egy kicsit lelkiismeret furdalásom van abból a szempontból, hogy nem töltök vele elég időt, és utána igyekszem pótolni. De most, hogy vége az iskolának, így majd szeretnék több időt Lennyvel tölteni, új dolgokat kipróbálni. Voltunk nemrég a városban sétálni, úgyhogy ezek nekünk mindig új dolgok. Egy ilyen nagy kutyás játék után, hogyha valakinek van ilyen lehetősége eldőlni, akkor az óriási szerencse, de mi most nem fogunk itt eldőlni, hanem inkább arról beszélgetünk, hogy ebben a kis nyugis környezetben tudtál-e tanulni szépen nyugodtan az államvizsgára, mert hogy kiosztod nekünk a diplomádat, és most ez lesz a téma. Igen, hál' Istennek sikerült, és ez tényleg egy nagyon jó környezet ahhoz, hogy az ember sikeresen tudjon tanulni. Nekem is volt, amikor a szobámat egy kicsit meguntam, akkor kiültem ide a friss levegőre, és itt azért könnyebb volt a tanulás, de hát minden trükköt bevetettem annak érdekében, hogy ez sikeres legyen. Hogy tudtad összehangolni azért itt a bajnoki hajrával, Magyar Kupa döntővel, stb. A tanulást, főleg az államvizsgát? Május végén a Magyar Kupán nem szerettem volna tanulással teli fejjel nekiállni, úgyhogy,
Úgyhogy én még megvártam azt a hétvégét, és utána gőzerővel nekikezdtem a tanulásnak. Beosztottam valamennyire az időmet is, hiszen akkor kaptunk egy kis pihenőt, itthon tudtam lenni, nem kellett annyit távol lenni, úgyhogy ez megkönnyítette a tanulást. Kicsit érdekes is, hogy vége, mert valójában olyan, mintha el se kezdődött volna, mert én az egyetemre levelező tagozaton jártam, ami azt jelentette, hogy havonta pár napot kellett mindössze bejárni, és ilyen tömörítetten tanultunk, illetve bejött az online oktatás is, ami még inkább személytelenné tette a tanulást, úgyhogy nehéz volt az osztálytársakat a kamerán keresztül látni, a tanárokat a kamerán keresztül megismerni, de a diplomaosztón pedig láttam a barátokat, láttam az osztálytársakat, és akkor pedig már tényleg olyan volt, hogy na ezt akkor együtt megcsináltuk, vagy így, vagy úgy. Ugye ezt azért említsük meg, hogy kézlabda szakedzői diplomád van. Ez is lesz a terv a jövőben? Ezzel a kézilabda szakedzői diplomával úgy voltam, hogy nagyon szeretnék tanulni a kézilabdáról, nem csak mint sportágat űzni, és tényleg nagyon sokat kaptam a tananyag által, úgyhogy mondhatni, hogy tanultam újat. Remélem, hogy ez lesz az én hivatásom. Nagyon-nagyon jó lenne gyerekekkel foglalkozni, csak és kizárólag kisebb gyerekekkel tudom egyelőre elképzelni magamat, de kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő, mennyire fejlődik a személyiségem, mennyiben változom. Azért elképzelted már azt, hogy kis lányok körülötted, és akkor elosztott posztra őket, szivacs kézilabda, meg volt már az egyszer-kétszer fejedben? Igen, de tényleg még csak ilyen szinten, ilyen egészen szivacs kézilabda, kisiskolás korosztály. Hál' Istennek most a nyáron volt szerencsém kisebb csoportokkal találkozni, és mint sztárvendég ott lenni közöttük, ami számomra nagyon-nagyon furcsa volt, mert még ilyen szerepben nem voltam, de itt igazán megízleltem, hogy ez valójában milyen. A gyerekek felnéztek rám, örültek, hogy ott vagyok, úgyhogy ez nekem hatalmas visszajelzés volt, hogy igazából hallgatnak rám, és tudok nekik újat mondani. Edzőként milyen lennél? Aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok annyira szigorú, pedig valójában, hogyha arra kerül a sor, akkor szerintem tudok én is fegyelmezni, de nyilván a kisebb korosztálynál, tehát valószínűleg egy felnőtt korosztálynál én teljesen elveszteném magam, de azért majd meglátjuk, tényleg kíváncsi vagyok, hogy miként változok itt az évek során, és várom a kihívásokat, hogy megmérkőzzek velük.